Na itt a kell! Sziasztok, én Baska vagyok, és ez pedig még mindig a kert. Ész utca 24-28, zárul az NBA mezeket bemutató videó sorozata. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi várható a Nike belépésével. Egyébként az Adidason kívül még az Under Armour próbálkozott, de a Nike-val nem tudták tartani a lépést. Ők kerek 1 milliárd dollárt fizetnek azért, hogy ők lehessenek a kizárólagos gyártói az NBA mezeknek. Ezért a hatalmas pénzért viszont olyat kapnak, amilyet korábban soha senki. Ugyanis amióta világ a világ, az NBA mezeken nem szerepelt a gyártó logója. Illetve, hogyha szerepelt, akkor az csak a mez alján, a betűt részen volt látható, hogyha ránéztek ott Penny Hardaway mezére, nagyjából látjátok, hogy hol láthatta egy egyszerű földi halandó az Adidas, a Starter, a Nike, a Puma, stb. Logóját. Ez meg fog változni, ugyanis ettől az évtől kezdve minden játékosnak a jobb mellkasa fölött ott lesz a Nike pipája, és ez egy hatalmas változás. Tudom, hogy aki mondjuk a focit szereti, az hozzá van ahhoz szokva, hogy mondjuk hiába tolja az Adidas Lionel Messit, a Barcelona mezein egy Nike pipa látható, remélem, hogy jól mondtam mind a kettőt, azt tudom, hogy Messi Adidasos a Barca Nike kapcsolatban, nem vagyok biztos. Szóval, hogy ezt tudom, hogy foci körökben tök mindennapos, de én mindig felszíszentem, amikor mondjuk kinéztem a Clevelandnek a kispadjára, és ott ült Kyrie Irving, és éppen nem tetszett neki valami, és így felhúzta szája elé a pólóját, és egy hatalmas Adidas logó volt azon a játékoson, akinek egyébként a Nike évente durva dollármilliókat fizet, hogy népszerűsítse a termékeit, meg hordja a cipőit. De most abba gondoljatok bele, hogy 2017-18-tól nem lehet majd olyan fotót csinálni például James Hardenről, akinek talán a cipőjét valahol itt látjátok a hátam mögött, aki ugyancsak több dollár, 10 millió szerződésben áll az Adidasszal, úgy, hogy ne látszódjon minden egyes tempó dobásán a Nike logó. Szerintem ez egy hatalmas dolog, rengeteg pénzbe került, azért azt is tegyük hozzá. Beszéljünk kicsit a technológiáról. Ezeknek egy része marketing bullshit, egy részét nyugodtan higgyük el. Azt látjuk, hogy a szabáson egy picit igazítottak a Nike állítása szerint azért, hogy jobban, szabadabban tudjanak mozogni a játékosok. Ezen felül 30%-kal javult az izzadság elvezető képesség. A mezek jelentős mennyiségben tartalmaznak újra felhasznált anyagokat. Azt állítja a Nike, hogy minden egyes mezben nagyjából 20 PET palacknak megfelelő újrahasznosított műanyag van. Ha már technológia, beszélünk erről, hogy a Nike piacra fog dobni egy úgynevezett Connected Jersey-t, ami attól kapcsolódott, hogy minden felnőtt méretű mezben lesz majd egy úgynevezett NFC chip, vagy ilyen rádió hullámokon kommunikál különböző okos eszközökkel, például a telefonoddal is, így hogyha megveszed magadnak Kawhi Leonardos Spurs mezeret, és a telefonodat, ami egyébként NFC kompatibilis, hozzáérinted, onnantól kezdve majd jogosult leszel mindenféle extra tartalomra, ami majd a telefonodra fog érkezni. Szóval beszéltünk arról, hogy micsoda hatalmas dolog, hogy az NBA játékosok jobb mellkasa fölött lesz egy pipa. De hát legalább ennyire durva, hogy a csapatok felének a bal mellkasa fölött is lesz egy logó, és az nem Jerry West lesz, mert a liga logója az lekerült a gatyára, hanem megjelennek a szponzorok. Ne kenjétek ezt a Nike-ra, hogyha az Adidas maradt volna, ebben az évben valószínűleg akkor is elindulnak a szponzorlogók, de bizony az NBA-t is elérte a szponzorálási láz. A liga felének, jelenleg azt hiszem 14 csapatnak már van szponzora. Egy pici, milyen kis jelvény méretű logót képzeljetek el. A legdurvább szerződést természetesen eddig a Golden State Warriors kötötte, aki egy japán céggel kötött 3 évre szóló 60 millió dolláros szerződést, és évente 20 millió dollárért lesz kiírva a mezőkre, hogy... Teker. Rakuten. Így folyik le a nyelvemről. 6-szor néztem meg, nem tudom megjegyezni. A Rakuten évente 20 millió dollárért kerül föl a mezekre. A jó hír az az, és ez majd szeptember 29-én kiderül, amikor megérkeznek ide a Rep City-be az NBA mezek, hogy a szurkolói mezeken nem lesznek reklámlogók. De hát még ezen kívül is iszonyatos, hogy milyen változások vannak. Ugyanis az NBA 4 fajta meccs típust fog idén a hírek szerint a Nike-val bevezetni. Ebből 3-at ismerünk,
de nincsen többi idegenbeli, meg hazai, meg alternate mez, hanem mindegyiknek van egy fantázia neve. Van egy úgynevezett icon, van egy úgynevezett association, és van egy statement mez. Ha nem keverem össze, akkor remélem, hogy jól mondom, az icon az marad a kvázi eddigi idegenbeli mez, a sötét, az association az eddigi hazai világos, a statement az pedig valami extra csapat történetébe visszanyúló, kicsit látványosabb megoldás. Ezeket nemrég mutatták be egyébként, néhány nappal azután, hogy az NBA 2K18-ból már screenshotként kikerültek ezek a statement mezek, vannak közöttük nagyon durvák. Na de, nem véletlenül nem mondtam azt, hogy hazai mez, meg idegenbeli mez, hanem icon, association és statement, és majd jön egy negyedik család, aminek a nevét most még jelenleg nem tudjuk. Ugyanis ettől az évtől kezdve megszűnik az a színes tévék korábban már valóban buta tradíció, hogy a hazai csapat játszik szinte kivétel nélkül fehérben. Mostantól a hazai csapat döntheti el, hogy a három, aztán majd később négy rendelkezésére álló mez közül melyiket fogja hordani, és majd ehhez fog igazodni az ellenfél, de az sem kizárt egyébként, hogy egyre több színes versus színes meccset fogunk látni, tehát egyik csapat sem fog majd fehérben pályára lépni. Reméljük, hogy a férfiak azt hiszem 7-8%-át sújtó színvakságra azért fognak ügyelni, amikor kiválasztják ezeket a mezeket. Amiről egy kicsivel közelebbi infók van, de biztosnak még ezt se nevezhetném, hogy az Adidas által bevezetett, és a rajongók, nézők által inkább kedvelt, a játékosok által inkább gyűlölt rövidújas mezeknek úgy tűnik, hogy vége. Az Adidas távozásával visszatérünk ezekre ez a klasszikus atléta trikó típusú megjelenésekhez. Aki azt várja, hogy a Nike érkezésével fenekestül felfordul a mezek dizájnja, annak csalódást kell okoznom. Kis bébi lépésekkel haladunk előre. Vannak csapatok, amelyeken igazából nagyítóval kell nézni, hogy mi változott a tavalyi mezükhöz képest. Vannak csapatok, ahol jobban belenyúltak a mez dizájnba, de azt gondolom, hogy egyébként okosan nem zúdították magukra a népharagot azzal, hogy az új mezekkel egyébként minden egyes csapat új dizájnt kapott volna. Erre a Nike-nak egyébként nem is lett volna lehetősége, ugye a mez dizájnokat, azokat nem ők találják ki feltétlenül, ők egy beszállítók ebben az esetben, és hát a csapatok azok, akik az ukázt adják, hogy milyen mezekre van szükségük. Úgyhogy egy kis tipóváltozás, egy pici szabásváltozás, egy kis színfinom hangolás megfigyelhető, de egyelőre nem az lesz, hogy az ember október 18-ától csak kapkodja a fejét, mert azt sem tudja, hogy ki van a pályán. Amiről még feltétlenül szót kell ejtenem egy mondat erejéig, hogy igazából csak 29 csapat mezét fogja gyártani a Nike, a 30. a Charlotte Hornets, amelynek ugye a tulajdonosa Michael Jordan, és az ő csapata bizony az ő brandjének, ami a Nike egy albrandje, a Jordannek a mezében fog játszani, úgyhogy a Charlotte Hornets mezén a jobb mellkas fölött ne a pipát keressétek, hanem a Jumpman ikont. Azt gondolom, hogy nagyjából sikerült összefoglalnunk, hogy mi változik azzal, hogy piacra lép a Nike, és megérkeznek az új mezek, de hát beszéljünk arról, hogy mikor érkeznek meg leginkább, hogy hova érkeznek meg ezek az új mezek, ugyanis a dátum, amit meg kell jegyezni, a szeptember 29-e, ez egy pénteki nap, amikor a Rep City-be megérkeznek a Nike mezei és textiljei. Én olyan infókat kaptam, hogy minden csapattól lesz mez, ami szerintem azért nagyon durva, úgyhogy nekem nem maradt más, mint hogy megköszönjem nektek ezt a négy részre kiterjedő figyelmet, amivel még adós vagyok, az a kérdés, ugyanis ahogy a videósorozat első három részében, úgy most is egy kommentelő megnyerheti a Rep City által felajánlott Nike kosárlabdát. Most pedig arra leszek kíváncsi, hogy nézzetek utána, és írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek melyik sikerült a legjobban, és melyik sikerült a legrosszabbul. Köszönöm szépen a figyelmet, bő két hét és kezdődik az NBA szezon, nézzétek azt is, nézzétek a Trash Talkot is, szevasztok!